Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Gyöngyösváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Pro Civitate Gyöngyösváros díszpolgára kitüntetés ünnepélyesen átadásán, melyre idén 1994 óta immár 23. alkalommal kerül sor. Külön köszöntöm a körünkben jelenlévő dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott urat a Heves megyei kormányhivataltól. Hisz György polgármester urat, dr. Tatár László alpolgármester urat, Kévés Tamás alpolgármester urat, dr. Kozma Katalin jegyzőasszonyt. Ezen jeles esemény minden évben Gyöngyösváros alapításának évfordulójára esik. Hagyományainknak megfelelően hangozzék el az eddig kitüntetett személyek és csoportok neve. 1994-ben Bezdétei László, Horváth Sándor, Jankovics Jenő, a Cantus Corvinus vegyeskar és a Vidrócki Néptánc együttes. 1995-ben Kis Lajos, Molnár József, dr. Mátyus László, Szőke Miklós és a Városi és Pedagógus Kórus. 1996-ban Püspöki Győző, 1997-ben Idősebb Celtnél Imre és a Bugát Pál Kórház gasztroenterológiai munkacsoportja. 1998-ban Edmond Auli Fehér Enikő, dr. Magda Sándor és a Muzika Manzóét a Kamarazenekar. 1999-ben Kaszab Károly Vince Beltalan és a Gyöngyösi Játékszín. 2000-ben Jakkel Mihály és Kósik István. 2001-ben dr. Kis Ferenc, dr. Fülöp Lajos és a Bányász Kultúráért Alapítvány Fúvós Zenekara. 2002-ben Kalocsainé Csillik Mária és a Meseházikó Gyermekszínkör. 2003-ban dr. Fejes András, Ferenc Farvi Kálmán és az Ördögszekér Néptánc Együttes. 2004-ben dr. Kádár Gyula és dr. Nagy Lajos. 2005-ben dr. Epegyesi Imre és dr. Fükő Levente. 2006-ban Szabó Gyula, Valaska József, valamint a Fortuna Tánc és Sport Egyesület. 2007-ben Kis Antal, Vályi Nagy Károly és a Gyöngyösi Város Szépítő és Védő Egyesület. 2008-ban Bodó Attila és dr. Csépe György. 2009-ben dr. Bálint György, dr. Pintér László és a Kome Prima ének együttes. 2010-ben Holló Erzsébet és dr. Hugai Pál. 2011-ben dr. Sereg József és Záborszki József. 2012-ben dr. Gulyás Zoltán és Berez Andrásné. 2013-ban dr. Misóczki Lajos. 2014-ben dr. Bartus László. 2015-ben Bárdos György, Debreceni Ferenc és a Gyöngyösi Honvéd Zalk Else ökölvívó szakosztálya. Kérem Önöket, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk az időközben elhunyt gyöngyösváros díszpolgárokra. Köszönöm szépen. Megkérem Hisz György polgármester urat, köszöntse vendégeinket. Tisztelt kormány megbízott úr, tisztelt ünnepi testületi ülés, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm díszpolgárainkat, családtagjaikat, barátaikat, a testület megjelent tagjait, minden kedves vendégünket. Nem csak egy ember életében fontos dátum és jeles nap a születésnap, hanem egy település, egy város életében is. Károly Róbert királyunk 1334-ben, 682 éve városi kiváltságlevet adományozott a településnek. Ezen a napon a város legszebb
legfontosabb ünnepén adjuk át Gyöngyös legragosabb kitüntetését, a Pro Civitate díjat, a díszpolgári címeket. 23 év alatt nagyon sok nagyszerű ember részesült ebben a rangos elismerésben. Pedagógusok, orvosok, mérnökök, borászok, egyházi személyek, muzeológusok, művészek, sportolók, edzők és egy-egy művészeti csoport vezetői. Mind-mind olyan emberek, akik a saját hivatásuk magas szintű teljesítése mellett a város közéletében is maradandó teljesítményt nyújtottak. Bevallom, én egy-egy kitüntetés előkészítésénél a döntés alatt és közben nem vagyok nyugodt. Izgulok, hogy lesz-e megfelelő jelölt. Lesz-e olyan gyöngyösi állampolgár, civil szervezet, aki gondol azokra a példamutató munkát, életteljesítmény nyújtó emberekre, akik méltóak lesznek a díszpolgári címre. Hála az égnek, ez legtöbb esetben nem jelent gondot. Sok-sok arra érdemes jelöltet terjesztenek fel. Félek néha attól is, hogy a döntéshozók, a politika el tud-e vonatkoztatni egy-egy jelölt, vélt vagy valós politikai hovatartozásától. Mert ha valahol nem a pártszíneknek, hanem a teljesítményeknek, a tisztességnek, az emberségnek kell érvényesülnie, érvényesülnie, az éppen ez a kitüntetés. Hölgyeim és uraim! A város 30 ezer ember nevében a legjobbak, legméltóbbak közé emelni valakit nagy felelősség. Így volt ez a legutóbbi kitüntetés előkészítésénél és a döntésnél is. Sok nagyszerű jelölt közül titkos szavazással választ a grémium, és mondhatom, méltó kezekbe kerülnek a díjak. Kik az idei kitüntetettjeink? Dr. Puki Árpád, aki 23 éven át volt a város polgármestere, aki romjaiból építette fel újra a várost, akinek érdemeit kolléganőm majd hosszú percekig fogja sorolni. Olyan embert tüntetünk ki halála után, aki a rendkívül nehéz történelmi időszakokban ember, nagybetűvel ember tudott maradni. Jellemző rá, hogy a tanácsköztársaság majd a II. Világháború után a baloldal jobboldalinak, sőt, fasisztának titulálta. A jobboldal pedig baloldalinak, kommunistának tartotta. Pedig nem tett mást, csak ember maradt minden helyzetben, és építette, működtette a szeretett, rábízott várost, Gyöngyöst. Hölgyeim és uraim! Nehéz helyzetben lennék egy ilyen személyiség után méltatni a következő kitüntetettet, dr. Faragó Tibor doktor urat, de nincs nehéz dolgom. Tibort több évtizede ismerem, tudtam, hogy nagyon jó orvos, kiváló diagnoszta, hogy szeretik a betegei. Ezeket hál' Istennek nagyon sok orvos elmondhatja magáról. Tibor azonban a szakmán túl, ahogy az előbb méltatott volt városvezetőnél is, elmondtam, nagyszerű ember is. Akinek nincs este vagy hajnal, ünnep, magánélet, családi esemény. Aki minden helyzetben segít, igyekszik segíteni. Végig kíséri a vizsgálatokon, műtéteken a betegeit, és mindent megpróbál a gyógyulásukért megtenni. Bárkivel beszélek, volt gyógyult betegével, vagy olyannal, akinek hozzátartozóján már nem sikerült segíteni. A legnagyobb szeretettel és tisztelettel beszélnek róla. Ő is az a nagybetűs ember. Nem tudom, honnan meríti ezt a végtelen energiáját, de 70 év felett is fiatalokat megszégyenítően aktív. Hölgyeim és uraim! Gyöngyösváros baráti köre az idei közösségi kategória díjazottja.
Őszintén mondom, nem gondoltam volna 13 évvel ezelőtt, hogy ilyen fantasztikusan jó közösség kovácsolódik össze. 2002-ben vagy 2003-ban Balázs Ernővel, Szilágyi Erzsikének meséltem egy baráti körről, a szarvasiakról, akiknek a munkáját, mint parlamenti képviselő ismertem meg, különböző kiadványok, prospektusok segítségével, és elmondhatom, hogy nagyon mély benyomást tettek rám. Ezeket Ernőnek, Erzsikének átadva indult el a gondolat, amely persze sokakban érhetett már. Olyan embereket, köztük díszpolgárainkat fogja össze ez a csapat, amely a politikai paletta szinte minden oldalán jelen van. És mégis, ebben a körben csak egy célt ismernek, a város képviseletét, szolgálatát, segítését. Üdítő kivételők ebben a politikával mérgezett országban. Bebizonyosodott, hogy lehet és kell is együttműködve dolgozni közösen egy nemes célért. Köszönöm ezt a tagságnak, köszönöm minden eddigi elnöknek. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünnepeltek! Azt hiszem, szerencsés az a város, ahol ennyi nagyszerű ember született és nőtt fel, ahol ennyien jártak a város iskoláiban, alkottak, dolgoztak. A mai kitüntettekkel együtt 58 egyén és közösség érdemelte ki ezt a díjat. Köszönöm nekik, hogy Gyöngyösért ilyen sokat tettek, hogy maradandót alkottak. Kívánom, hogy még sokszor legyünk részesei ilyen szép és felömülő pillanatoknak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Tisztelt vendégeink, az elmúlt percekben a Muzika Manzóit a kamarazenekar előadásában Kókai Rezső Kisverbunkos zene című művű hangzott el, zenekarvezető Matinné Szabó Katalin. Megkérem dr. Kozma Katalint, Gyöngyösváros jegyzőjét, ismertesse a Pro Civitate rendelet fontosabb részleteit. Gyöngyösváros képviselőtestülete a város érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett személyek, valamint közösségek iránti méltó tisztelet elismeréseként Pro Civitate elnevezéssel kitüntetést adományozhat. Gyöngyösváros önkormányzata az általa alapított legrangosabb kitüntetés adományozásával ismeri el, különösen azon személyek és közösségek érdemeit, akik Gyöngyösváros fejlesztéséért több éven keresztül kiemelkedően dolgoztak, értékteremtésükkel gazdagították a várost, kiérdemelve ezzel a város lakosságának megbecsülését, tiszteletét és szeretetét, akik kimagasló munkásságukkal, életművükkel hozzájárultak a város jelentős fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak Gyöngyös épített és természeti környezete védelméhez, megóvásához, a műemlékvédelemhez, a környezeti károk megelőzéséhez, helyreállításához. A Pro Civitate kitüntetésből közösségek részére legfeljebb évente egy, egyének részére évente legfeljebb kettő adományozható. A kitüntetés adományozásának időpontja minden évben a pünkösd előtti vasárnap, a városi kiváltságot adományozó oklevél eredeti szövege szerint az Úrmennybe menetelének napja. A kitüntetés adományozása során a Pro Civitate kitüntetéssel elismert csoportok részére emlékplakett oklevél, egyének részére aranygyűrű és oklevél, és mindkét elismeréssel pénzjutalom jár. A Pro Civitate kitüntetésben részesülő egyéneket és közösségeket a kitüntetettekről vezetett díszes almanakba kell bejegyezni. A Pro Civitate egyéni kitüntetett Gyöngyösváros díszpolgára. A kitüntetetteket a város megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti. És bár polgármester úr már utalt rá, hangozék el ismételten az idei kitüntetettek neve. Gyöngyösváros képviselő testülete 2016-ban Pro Civitate egyéni kitüntetésben részesítette dr. Faragó Tibor házi orvos sportorvost. Ugyancsak Pro Civitate egyéni kitüntetésben részesült posztumusz kitüntetésként dr. Puki Árpád, a város egykori polgármestere. És Pro Civitate közösségi kitüntetésben részesült Gyöngyösváros barátainak köre. Tisztelet Gyöngyösváros önkormányzata döntése előtt, mellyel halála után 57 évvel Gyöngyösváros díszpolgára kitüntetésben részesíti dr. Puki Árpádot. Megkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést dr. Puki Árpád örökösének, Szabó Tamás úrnak. Tisztelt vendégeink, néhai polgármesterünk testvérének unokáját, Szabó Tamást üdvözölhetjük körünkben. Tamás bácsi egészségi állapota miatt felesége, Marika néni szeretné az elismerést megköszönni a család nevében, akit kérek, hogy fáradjon ki a mikrofonhoz. Marika néni.
Nagy tisztelettel köszöntjük, és köszönjük meg a polgármester úrnak, a két alkó polgármester uraknak, polgármester hivatal összes dolgozójának, dr. Puki Árpád Gyöngyösi Emlékbizottsága minden tagjának, valamint a veterán repülők minden tagjának, Gyöngyösváros lakosainak. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy 1959-ben elhunyt Puki Árpád polgármester úr tiszteletére ezen a rangos díjátadási ünnepségen részt vehettünk. Egy pár szót szólok a családról. Először is megjegyezném, hogy a Tamás neve azért nem Puki, mert az anyai nagyapja volt a szintén jogi doktor Puki Pál, az Árpád édestestvére. Én még nagyon jól ismertem a Puki Pál nagyapát, mert 1960-ban kerültem a családba, és egyházba laktunk velük, és ő 1963-ban hunyt el, ő még látta mind a két gyermekemet is. 9 voltak testvérek, 6 fiú és 3 lány. Volt, aki gyermekkorában elhunyt, volt, aki biológus, orvosnak tanult, volt tanárember és 2 jogi doktor közöttük. Nagy dolog volt az ilyen nagy családban ennyi diplomás ember. Édesapjuk Puki Miklós volt, aki az 1848-as Puki Miklósnak, aki először Heves vármegye alpolgármestere volt, már kormánybiztos volt, neki volt a 4. gyermeke közül az elsőszülött fia, a fiú édesapja. 3 közülük mindvégig Gyöngyösön laktak, Árpád, Kálmán és Rózsika, aki egy magasrangú katonatiszt, Mátyás Sándor altábornagy felesége volt. Ők voltak a Tamás keresztszülei. Őket többször is meglátogattuk. Visszatérve Puki Árpádhoz, ha körülnézünk, az országban nincs olyan, aki 23 éven át polgármester legyen, és szolgálja nem kis akadályokkal városa jobbulását. Ő azt állította, Gyöngyös a Mátra kapuja, és ebből turista paradicsomot kell csinálni. Ő meg is tette. Kékestető, Mátraháza, Gajatető, mind-mind az ő érdeme, és az előttem szóló elsorolta, hogy még mi nem. Dr. Puki Árpádot az egyenes jellem, szavahihetőség, az elesettekhez való odafordulás és a segítségnyújtás jellemezte. Mi ott lehettünk már a Deák Ferenc úr meghívására a 2006-ban a Pipishegyi repülőtérnek a Puki tábla avatásán is, és ott koszorút helyeztünk el a család nevébe. Minden évben tiszteletünket tesszük, és koszorút helyezünk el Puki Árpád utcatábla előtt, itt a hivatal mellett. 2010. augusztus 20-án Hisz polgármester úr és Tamás leplezték le a szép Puki szobrot a bronzba öntve annak felavatásakor. Azóta ott pihen a polgármester a hivatal előtt. Most egy költőt idéznék, vigyázó szemetek Párizsra vessétek. Ő most a vigyázó szemét a városra veti, aki ennek a gyöngyös városnak az 55-szörös jótevője, dr. Puki Árpád. Ezzel köszönjük meg ezt a nagyszerű kitüntetést, és kívánunk jó egészséget, sok sikert a város előrehaladásában. Szabó Tamás hét családja. Köszönjük Marika néni a szép szavakat. A következő percekben Kacsó Pongrácz Rákóczi című daművével következik részlet Lisztik János tolmácsolásában. Zongorán kísér Bagi Emília.
Faragó Tibor 1943. szeptember 23-án született Körösladányban, jelenleg Mátrafüreden él. Édesapja elektrikus volt a gyöngyösorosi étbányánál, édesanyja háztartásbeliként tartotta össze a családot. Nagyapja kántor tanítóként tevékenykedett, a családban tehát nem volt múltja az orvoslásnak. Gyermekkora óta egyetlen dolog érdekelte, egyetlen dolog foglalkoztatta, ez pedig a segítségnyújtás. Annak is a legnehezebb ága az orvoslás. A Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvostudományi karán 1972-ben szerezte meg a diplomáját általános orvosként. Még ebben az évben Gyöngyösön a Bugát Pál Kórház gyermekosztályán állt munkába gyakornokként. 1972 és 1976 között Mátra Szent Imre körzeti orvosaként dolgozott, majd 1976. augusztus 1-től jelenleg is, immáron 40 éve Mátrafüreden tölti be a körzeti orvosi állást. Elismert szaktudása és kiváló személyisége révén számos megbízatást tölt be a Mátrában és a környező településeken üzemorvosi munkakörben. Mindeközben Pálos Vörösmart házi orvosa sportorvosként tevékenykedett a Mátraháza edzőtáborban, és éveken át kiemelt szívügyeként kezelte a gyöngyös kézilabda csapatnál a sportorvosi feladatot. Faragó doktor elmondása szerint kiváló középiskolai tanárainak köszönhette és köszöni, hogy a reál tárgyak mellett a humán érdeklődés csíráit is elültették lelkében. Gimnáziumi tanulmányait Gyöngyösön végezte, feledhetetlen osztályfőnöke Horváth Sándor latinra tanította, Somogyi Géza tanár úr a biológia rejtelmeibe vezette be. A kiváló dr. Fülöp Lajos tanár úrnak köszönheti, hogy a magyar nyelv és irodalom szépségét érti, és lelkének egyensúlyát segíti egy szép vers csodálata. A példaképek mindig meghatározóak voltak, és azok ma is dr. Faragó Tibor számára. Szakmájában a Gyöngyösi Kórház belgyógyász főorvosa dr. Koncz István jelentette ezt, illetve a mindennapi munkájukban szorosan dolgoznak együtt professzor dr. Bach Mihály onkológussal, barátjával. Dr. Bach Mihály sok beteg ember számára jelentette a reményt, a gyógyulást. Gyermekkoromban költöztünk a Mátrába. Azóta a Mátra szerelmese vagyok, mesélte doktor úr. És bár legkedveltebb kikapcsolódása, ha utazhat, a Mátra mindig csodálata tárgya marad, a Mátra az örök szerelem. Dr. Faragó Tibor mindenki doktorbácsiaként 40 éve szolgálja közösségünket. Az ő esetében elmondhatjuk, hogy nem a rangosabbnál rangosabb címek megszerzése, hanem a másokon történő segítségnyújtás az a legfontosabb mozgatórugó, ami még sokszor a saját egészségénél is fontosabb számára. Eddigi élete mindenkihez segítő szándékú odafordulása, empátiája, emberi és szakmai kvalitásai egy rendkívüli, az embereket segítő, a hivatását magas fokon teljesítő példaképet állít elénk. Segédkezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mátrafüredi Idősek Otthona létrejöttében, tagja a Benne Egyetnek. Kérem, engedjenek meg egy személyes gondolatot. Faragó doktor úrral pontosítottuk a kitüntetés átadással kapcsolatos adatokat. Gondoltuk, nyugodtan tudunk egyeztetni, szabad idejében lesz szusszanásnyi időnk. Nem volt. Doktor úr sűrű bocsánatkérések közepette fogadta a mobiltelefonos hívásokat a betegeitől, és azt, hogy a betegekről van szó, és nem egy közeli barátról, csak Faragó doktor kommentjéből tudtam, elnézést kérek, a betegem volt. Hiszen nem gyógyszeradagolási útmutatót adott, nem időpontot egyeztetett, hanem a léleknek segített. Ne aggódjon, minden rendben lesz, jó kezekben van. Ilyenkor ezt érzi az ember. El ne felejtsen felhívni, olyan lehangolt volt legutóbb. Munkájában azt vallja, hogy az ember egészét kell gyógyítani, mert hitre és szeretetre is szükségük van a betegeknek, nem csupán gyógyszerre. Sokszor az az ember, dr. Faragó Tibor, aki átvitt értelemben az altatásból ébredő beteget egy mosollyal várja. Megkérem polgármester urat, hogy adját a kitüntetést dr. Faragó Tibornak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Pajtor, Dr. Pajtor Gábor úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester urak és tisztelt képviselő testület! Hippokratész mondta, az élet rövid, a mesterség hosszú, a kellő pillanat hamar elrepül. A tapasztalat félrevezető, az ítélet nehéz. Elmondhatom, hogy az én mesterségem valóban hosszú, hiszen 1972-ben kezdtem hivatásomat Gyöngyösön, majd Mátraszentimén. 1976 óta Mátrafüreden gyógyítok és Gyöngyösön, és a mai napig praktizálok. Hogy a tapasztalat fontosabb-e, mint az elhivatottság, nem lehet tudni. Minden esetre a sok év alatt megalapott, hogy nagyon sokan bíznak bennem, és én mindvégig ennek a bizalomnak próbáltam megfelelni. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem ezt, a mélyen megtisztelő kitüntetésért külön köszönetet mondok Hisz György polgármester úrnak, dr. Tatán László alpolgármester úrnak, és Kévés Tamás alpolgármester úrnak, és a képviselő testület minden tagjának. Köszönetemet fejezem ki az alapítványnak és Dobróka László úrnak, valamint a családom, a kollégáimnak, közvetlen munkatársaimnak, akik a munkámat mindig segítették. A pályán eltöltendő további években kitüntető diszpolgári címhez méltó színvonalon igyekszem végezni munkámat. Köszönöm szépen! Köszönjük, doktor úr! Szeretettel teszünk eleget Faragó doktor úr kérésének most, amikor Erkel Ferenc Bánk Bán című operájából a Hazám Hazám című ária elhangzik Lisztik János tolmácsolásában, zongorán kísér Bagi Emília. Thank you.
Gyöngyösváros Barátainak Köre Közhasznú Egyesület 2003-ban alakult. Magánszemélyek, lokálpatrióták, a Művelődési Központ akkori vezetőjének javaslatára a Vidzóck Néptáncfesztivál Alapítvány elnökével és Gyöngyösváros vezetésének támogatásával. Működésük megfogalmazott célja volt a Gyöngyösről elszármazottak és a gyöngyösi lakosok, Gyöngyöst szerető emberek város iránti kötődésének erősítése. Alapszabályukban ezen felül megfogalmazták értékteremtő tevékenységük céljaként a kultúra, a kulturális örökségvédelem, közművelődés, sport, idegenforgalom, turizmus és határon túli magyar-magyar testvérvárosi kapcsolat ápolása során kifejtett tevékenységüket. 2008-tól közhasznú egyesületként az önkormányzat közfeladatait szolgálják önzetlenül, magánvagyonyukat is felhasználva. Gyöngyös városának nem csak tevékenységében, hanem tagi létszámában is meghatározó egyesülete jelenleg 170 fő aktív taggal működik. Városunk büszke lehet arra a pozitív tenni akarásra, mely mozgatórugója értékteremtő tevékenységüknek. Legemlékezetesebb rendezvényeik sora hosszú. Engedjék meg, hogy a legjelentősebbeket emeljem ki a teljesség igénye nélkül. Ezek beírták magukat a város polgárainak, résztvevők és érintettek emlékezetébe. Öregbítették és öregbítik Gyöngyös hírnevét, tömegeket mozgattak meg, esetenként országhatáron is túlnyúltak. A nagy közönség elé tárták több alkotó és művész tárlatát, szerepelt a neves sorban Pejhe Tamás festőművész, Bakos Ildikó Munkácsi díjas érdemes művész szobrász, Bán Marianna Ferenci Naimi díjas iparművész keramikus. Könyvbemutatókat rendeztet az egyesület tagjainak, dr. Bálint Györgynek és dr. Eperjesei Imrének. 2009-ben rendezték meg először Gyöngyösváros napját, a 19. századi piacot hagyományteremtő szándékkal, mely nap mára a város életének legjelentősebb napjává vált. Egy évvel később indították a Múzeumi Zenés délutánok elnevezésű rendezvénysorozatot, kiállításon mutatták be régi gyöngyösi családok fotóinak szép emlékeit. Gyöngyös várossá nyilvánításának 680 éves évfordulója napján rendezték meg dr. Fejes András relikviáiból emlékezetes kiállításukat. Az Aranyecset Művészetek Támogatásáért Alapítvánnyal közösen adtak lehetőséget bemutatkozásra Szalai Melindának és Kakas Olíviának is. A tavalyi év igen gazdag tartalommal telt. Történész egyesületi tagok vezetésével Séta a Gyöngyösi Zsidó Temetőben címmel a helyszínen tartottak előadást. Javaslatukra nevezte el a város képviselőtestülete a városi sportcsarnokot dr. Fejes Andrásról. Az avató ünnepségen társrendezőként voltak jelen. Október 1-én a városban a Baráti Kör rendezvénye fémjelezte a zenevilág napját. A Magyar Opera napján bemutatásra kerültek Erkel Ferenc Bánk-Bán című művének népszerű részletei. Több éves gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületével, Szarvasváros Baráti Körével 10 éve kötöttek együttműködési megállapodást, melyet az elmúlt hét szombatján újítottak meg. A Baráti Kör a Magyar Olimpia Akadémia egyik tagszervezete. A Magyar Olimpia Akadémiát a Magyar Olimpia Bizottság az olimpiai eszme és a magyar sportmozgalom olimpiai hagyományainak ápolására alakította és működteti. Hazánkban 22 olimpiakör működik, ebből az egyik Gyöngyösváros Barátainak Köre. Vállalt kötelezettségeiknek megfelelően ápolják az olimpiai eszmét helyi kiállítások, előadások rendezésével, helyi vonatkozású olimpiai kutatásokat végeznek, ezeket feldolgozzák, bemutatják a nagy közönség számára. Gyűjtik az olimpiai emlékeket, dolgoznak ezeknek a múzeumi jellegű őrzésének létrehozásán. Idén rendezték meg a Mátra Művelődési Központban Gyöngyösváros sportélete a 19. századtól napjainkig című kiállítást, amellyel a későbbiekben tervezett gyöngyösvárosi sportgyűjtemény alapjait teremtették meg. Vállalt sportesemények szervezését, így a gyaloglás világnapján több száz indulóval ösztönzik rendszeres mozgásra a város fiataljait és az időseket egyaránt, mely eseményt mindig egyesületi taguk Kis Antal gyalogló olimpikon vezetésével teszik emlékezetessé. Kedves vendégeink!
Minden városnak azt kívánom, legyen egy ilyen baráti köre. Dolgozzon a kultúráért és sportért fáradhatatlanul ilyen vezetéssel, elnökséggel és tagsággal. Legyen egy ilyen emlékeket kincsként őrző és jövőt építő tevékeny baráti köre. Müller Péter idézete fejezi ki legjobban az Egyesület legnagyobb erősségét, eszmeiségét. Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást, vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl. Megkérem polgármester urat, hogy adját a kitüntetést Gyöngyösváros barátainak köre elnökének, Balázs Ernőnek. Tisztelt kormány megbízott úr, tisztelt polgármester, tisztelt alpolgármester urak, tisztelt jegyzőasszony, kedves vendégeink, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Gyöngyösváros barátainak köre nevében. Mindenek előtt engedjék meg nekem, hogy a hozzászólásomat köszönet szavaival kezdjem. Szeretném megköszönni tisztelt képviselőtestületnek, hogy ebben az évben úgy döntöttek, hogy 13 éves munkánk után Gyöngyösváros baráti körének ítélték ezt nagyon színvonalas és a város legnagyobb kitüntetését. Köszönöm szépen még egyszer. Szeretném megköszönni a felterjesztőnek, aki nélkül nem kaphattuk volna meg ezt a díjat. Köszönöm szépen önnek is, hogy munkánkat figyelve, elismerve úgy ítélte meg, hogy föltegez bennünket a kitüntetésre. Két személyt szeretnék szólítani, akinek mindenféleképpen szeretném megköszönni azt a munkát, amelyet a baráti kör munkássága érdekében végeztek. Szilágyi Erzsébetet szeretném szólítani, aki sokat tett azért, hogy baráti kör létrejöjjön, és hogy a munkát el tudjuk kezdeni. És szeretném szólítani dr. Fülöp Lajos tanár urat, aki egyesületünk első elnöke volt, és kijelölte számunkra az utat, megjelölte azt az utat, amelyet követnünk kell, amelyen haladnunk kell. A köszönés szavai után mindenféleképpen azzal szeretném folytatni, hogy olyan sok szép dicséret elhangzott az egyesületünkről, hogy nem is a múltunkról, hanem a jövőnkről szeretnék egy pár szót önökkel megosztani, ha megengedik. Tovább folytatjuk a munkát töretlenül. Júniusban Kézdivásárhelyre testvérvárosunkhoz visszük el a Bánkbán című előadást, azt az előadást, amelyet az elmúlt ősszel a nagy templomban mutattuk be. Gondolom, hogy sokan látták itt a jelenlévők közül, nagyon nagy öröm számunkra, hogy Kézdivásárhelyen be tudjuk mutatni ezt az előadást. Elhangzott a méltatásban, hogy a múzeum zenés délutánokat létrehoztuk. Egy kis törés következett be, de ebben az évben úgy néz ki, hogy szintén létre tudjuk hozni, és nagy tisztelettel várjuk Önöket ezen a rendezvényen, és a múzeumban ismét bemutatásra fognak kerülni a múzeum zenés délutánok. És október 1-én, szintén a Zenevilág napján hasonló volumenű rendezvényt szeretnénk megrendezni, mint elmúlt évben a Nagy templomban, egy operagálát szeretnénk megrendezni a Gyöngyösi Művelődési Központban, ahova szintén szeretettel várjuk Önöket. Hát kedves vendégeink, én azt kérem Önöktől, hogy segítsék a munkánkat, és várunk minden olyan személyt tagjaink sorába, aki úgy érzi, hogy ezt a munkát, amelyet mi végzünk, szívesen támogatná, és hogyha úgy érzi, hogy közénk tartozik, és tudja ezt a munkát támogatni, szeretettel várjuk sorainkba. Mi ígérjük, hogy továbbra is a város érdekében fogunk dolgozni, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Mátra fővárosa Gyöngyös tovább ragyogjon, a fénye egyre fényesebb legyen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Thank you.